Szimpózium első előadásán. Egy technikai jellegű kérdésünk lenne. Tanár urának az a kérdés, hogy minél közelebb tessen nektek jönni, hogy ne kelljen túl hangosan beszélni egy órán keresztül. Ő kaligráfus, én meg grafomán, szóval ez a családi munka meg az. Itt jó meleg van, én ezt megérteszem Intenek nekem, hogy én mutatkozzam be. Én a Zeneakadémián tanítom, Máriumban, de nagyon érdekes feladataim vannak. Én speciális kollégiumokat tartok újabban, amiben hát mindenféle belefér, tehát olyan, hogy mit tudom én, mitológia is, művészetek, zene, vagy Biblia, Ószövetség, Újszövetség. Aztán beleférnek olyasmik, amiket az utóbbi két évben csinálok, hogy egy város köré, tehát Róma volt, például Róma művészete, nem az antik, hanem az Itália fővárosa, és hát Rómához kapcsolódó műemlékek, zene, térkép szerint végigmegyünk ugye a városon, és pontosan úgy, hogy na most innen ide megyünk, és akkor itt ez történik, ezt láthatjuk, azt láthatjuk. Tehát én valamikor nagyon nem szerettem a földrajzot. Egyszerűen nem tudták nekem megmutatni, hogy a földrajznak mi az értelme. Ugye azt kérték, hogy hol vannak olaj, nem tudom, mezők, vagy hát fogalmam sincs, hol vannak az olajmezők. Ugye egy rettenetes ilyen iskolai óra jut eszembe, aki új tanár jött, aki ezt nem tudta, hogy tőlem ilyet nem lehet megkérdezni, hogy hol van Magyarország szénbányászatának központja. Na most hát ez körülbelül olyan, hát én gondolom a kedves jelenlévők se igazán ebben mondjuk a legtájékozottabban. Na most hát ki kellett mennem a táblához, mert elkerülhetetlen, hát egyszerűen kiszólították az ember. Nagyon furcsán éreztem magam, mert gondolom, belefélek majd, hát nem tudom, hát valami történni fog, bejön valaki, és fölrobban az iskolása, reménykedtem. És akkor ugye ott volt a tábla, fekete tábla, és a hölgy így fölrajzott egy térképet, és odaadott a kezembe egy krétát, Magyarország ugye szénbányászatának központját, én azt tegyem oda valahogy, hát rajzoljam be. Hát pontosan olyan üres volt a fejem, hogy tulajdonképpen végtelen nyugalom is volt rajta. Mert ugye azt izgulni, aki valamit tud, de valami semmit, hát akkor azt tisztam. Úgyhogy én szépen fogtam, hogy Magyarország szénbányászatának központja, és itt a Duna mellé, oda Budapesthez berajzoltam. Mondtam, Budapest. Ön nem készült, ugye? Mondtam. Nem mondtam. Akkor tessék helyet foglalni. De szóval a földről ezzel kapcsolatos ilyen első élményeimet jobb elfelejteni, és aztán jöttem csak rá, hogy a térképet egy fantasztikus dolog, ugye? Az ember elmegy egy városba, és pontosan tudja anélkül, hogy valaha is járt volna ott, hogy ott mi van. Úgyhogy ilyenféle speciális kollégiumban
vannak, mindig kint van a térkép, és mindig megmutatom, hogy honnan, hova megyünk, mi a szerkezet, a városban. Pont azt csinálom, amit valamit, amikor nem, amit nem csináltak velem. Na, hát ez csak így a bevezetés bevezetése, mert arra gondoltam, hogy néhány életrajzi, vagy inkább csak egy életrajzi adatot fogok önöknek mondani, ami számomra hallatlan tanulságos volt. És kapcsolódik ide azért a mai témánkhoz. Történt pedig az, hogy utolsó éves voltam a Zeneakadémián, ez 1960-ban volt, és egy tanár tanított minket tudományos szocializmus. Hát ezt örök már nem tudják, hogy micsoda. Már most egy-egy adat azt bizonyítja, hogy abból is lehet esetleg valami tanulságot levonni, de ez most nem politizálunk. Egyszerűen, mint száz megszólított engem, hogy április táján, hogy készüljek arra, hogy ősszel az iparművészeti főiskolán is fogok tanítani. Hát akkor én úgy néztem rá, hogy többbe, hogy képzeli ezt. Na, hogy én. És igen, na és mit? Azt mondja, zenetörténetet. Na hát én nem tudom a zenetörténetet, pontosan ugyanúgy tudom, mint bármelyik másik kollégám, de ugyanúgy nem tudom, mint bármelyik másik kollégám, ebből nem lesz semmi. És akkor azt mondta nekem, hogy hát addigra majd megtanulja. Hát én ezt nem vettem komolyan, de jött szépen a hír, valamikor úgy augusztus végén, hogy menjek egy értekezlete az iparművészeti főiskolára. Hát jó. Tanári kar ott ül, senkit nem ismertem, és akkor ez a tanár, aki mind a két intézetben tanított, elmondta az ő koncepcióját. És akkor találkoztam ezzel a koncepcióval először, és ez rendkívül megragadó. Neki az volt az elképzelése, hogy ugye bejönnek az egyetemre a fiatalok, akkor párhuzamosan tanítani mindent kronológiailag. Tehát az öt év az úgy van, hogy kezdődik a nem tudom, ugye őskor, meg nem tudom micsoda, és akkor szépen lassan haladunk, és eljutunk az utolsó évre. Hát ez nagyon tetszett, hogy ebben lehet részt venni, ez nagyon izgalmas, hogy mit fogok csinálni, a fogalmam sem volt, de maga a koncepció nekem nagyon tetszett. Ugye először éreztem azt, hogy azt, amit az iskolában nem kaptam meg soha, hogy a magyar történelem és az egyetemes történelem hogy illeszkedik. Hát nekem fogalmam nem volt, hát ez egy másik sík. Lehet, hogy ma másképp tanítják, én nem tudom, ön mutatja, hogy nem. Nekem az egy külön ügy volt később, hogy mikor mi van. Zárójelben mondom, egyszer egy Bach jegyzetet készítettem, és akkor kitaláltam, hogy egy kronológiai táblázat legyen mellette, és akkor döbbentem rá, hogy akkor, amikor Bach élt, akkor volt Rákóczi szabadságharca. Hát ne, akkor fogalmam nem volt, még Nagy Péter. Hát tudom én, hogy Nagy Péter mikor volt, hát azt csak ott tudom. Hát, hogy Bachnál mi van, azt is tudom, de a kettő együtt. Az iskola nem tanít meg arra, hogy a dolgok hogy függnek össze. Egyszerűen nem. Mert bejön a tanár, ő neki ki van írva, hogy ő kémiát tanít, a másik magyar irodalmat, a harmadik egyetemes történet, és semmi kapcsolat nincs, azaz biztos van kivétel, de azért vannak olyan tanárok, akik valamit megsejtetnek talán abban, hogy a dolgok összefüggnek. Na, visszatérve az iparművészeti főiskolának erre a pillanatára, hát ez nagyon tetszett, és akkor hát mondták, hogy ki mennyi órát vállal. De előtte még arról volt szó, hogy az első évig meddig jutunk el. Hát akkor ugye a művészettörténeti tanár mondta, hogy hát itt bizony ugye sok minden van, hát ugye van Egyiptom, meg India, meg görögök, rómaiak, meg Bizáncik. És akkor hát mindenki bólogatott, az irodalom tanár is volt, azt a boldog volt, hát Bizáncik, egy év, csoda. Hát én megrettentem, hát ha van itt muzsikus, az tudja azt, hogy Bizáncik év. Hát én a zenetörténetben Gregorián kultúránál kezdtem, azt tanították nekünk, hát előtte mi volt, tehát semmi, egy szó nem volt, és én ezt fogom egy évig csinálni, amiről nem tudok semmi. És akkor kérdezték, hogy ki hány órát óhajt, hát mondom, hogy kevésbé mondom, hogy a legkevesebb egy két órát, annál kevesebbet nem lehetett kérni, és hát teljesen bódultam, ugye léptem ki a iparművészeti főiskola kapuján, hogy ezután mi lesz. És emlékszem, nem szálltam fel a villamosra, mert ott van egy villamos, vagy volt, de talán most is van, amíg levisz a Moszkva tér felé, és én nem szálltam föl, én ugye nem tudok felszállni egy villamosra, nekem ki kell találni, mit kell csinálni.